A kormány a koronavírus járvánnyal kapcsolatos január 11-én lejáró valamennyi intézkedését meghosszabbította. A középiskolákban mától február 1-ig újra a tantermen kívüli digitális munkarend van érvényben, így a nyírbátori Bátori István katolikus óvoda két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium 9-12. Évfolyamos diákjai is online oktatás keretében tanulnak. Úgy kezdtük az évet, hogy készítettünk egy tervet arra az esetre, ha át kell térnünk digitális oktatásra, és folyamatosan jelzik a kollégák, a gyerekek, a szülők, ha probléma van, azokat próbáljuk orvosolni. Nyilván nehezebb, mint a jelenlétű oktatás, de azért a törvény arra is lehetőséget adott, hogy vagy egyéni, vagy kiscsoportos konzultációt tartsanak a kollégák, és vannak olyan kollégák, akik élnek ezzel a lehetőséggel, illetve kiemelt figyelmet kapnak ebben az esetben most a végzős diákjaink, hiszen ők járnak emelt szintű felkészítőre, és ott kiemelt szerepe van annak, hogy 4-5-6 fős csoportokban a kollégák hetente egyszer tudjanak találkozni a gyerekekkel, nyilván figyelembe véve a megfelelő járványügyi körülményeket. Próbáljuk nyilván nyugtatni a gyerekeket, próbálják a kollégák őket készíteni, természetesen arra készítjük őket, hogy lesz írásbeli, lesz szóbeli, és talán bízunk abban, hogy akik majd összeállítják a feladatokat, ők is tisztában vannak azzal, hogy ezek a gyerekek azért egy teljes évet online oktatásban tanultak. A Bátoriban óvoda és általános iskola is működik, a fertőtlenítés folyamatos az intézményben. Nálunk a takarítók osztott műszakban dolgoznak, de azért erre az időszakra van egy kollega, aki a nappali takarítást végzi, folyamatosan fertőtleníti a folyosókat, a mosdókat, a kilincseket. Erre odafigyelünk, a fenntartó is biztosította számunkra a fertőtlenítőszereket, illetve ugye az államtól is kapjuk rendszeresen ezeket a fertőtlenítőszereket. Teszteltek bennünket, volt városi tesztelés is, volt az állami tesztelés is, tehát a mi intézményünkben decemberben 4 alkalommal tesztelték a kollégákat, és azért én el tudom azt mondani, hogy azok a kollégák, akik nem voltak valami miatt táppénzen, 100%-os volt a részvétel a tesztelésben, és nem csak a pedagógusok, hanem az egyéb alkalmazottak is. A kollégák érezték annak a felelősségét, hogy nem csak önmagunkért vagyunk felelősek, hanem egymásért is, és azért, ahol egy gyerekközösség van, és tudjuk, hogy ez a vírus ez olyan, hogy hordozhatom és fertőzhetek is, lehet, hogy nekem semmi bajom nincs, illetve sokan szülőkkel élnek, vagy gyerekeik vannak, tehát a felelősség volt az, ami én azt gondolom felelősségérzet, amit a kollégákat odavitte a teszteléshez. Picit kellemetlen, tehát nem gondolnám azt, hogy ki kellett volna hagynunk. Az intézményben jelenleg nincs karanténban osztály. Az intézményvezető elmondta, 2 általános iskolai osztályuk volt rövid ideig otthon decemberben, de a teszteléseknek köszönhetően nagyon hamar ki tudták szűrni a fertőzötteket.